Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t, Ivonatúra televíziót láthatnak. VNTV könyvespolcára adássorozatunkban nagyon kedves vendégünk Bakos Kornél. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Úgy döntöttünk, hogy Kornéllal, aki egy gyakorló buddhista tanító és író, útra kelünk itt ketten ezen a beszélgetés során egy kicsit a tudatosság felé. És abból az apropóból találkoztunk, hogy nagyon szépen összefoglaltad, és megírtad a leges-leglényegesebb pontokat abból a szempontból, hogy hogyan tud valaki az életén változtatni, egy kicsit önmagához visszatalálni. És te viszont, vagy te rád, a buddhizmus rád talált, úgyhogy az első kérdésem az lenne, hogy a te véleményed szerint maga a buddhizmus hogyan tudja szolgálni és segíteni az embereket? Honnan, hova tudja eljuttatni őket? Nekem számomra a legfontosabb az, hogy, és azt tartom a legfontosabbnak, hogy tartanám a legfontosabbnak, hogy mindenki találja meg azt a szellemi utat, amin emberként ugye közlekedni tud az élete során, akár egy életbe gondolkodik valaki, akár nem. És hát igazából a könyv is ezért született, hogy aki kézbe veszi, érezzen késztetést arra, hogy felismerje azt, vagy rányíljon a tudata arra, hogy több van, mint a hétköznapok. És hogyha egyszer emberi testben születünk, akkor ez felelősséget is jelent számunkra, mert nagyon sokféle tudattal bíró lény él a Földön. Azok közül csak az ember az, aki hát azokat a kérdéseket föl tudja tenni magának, amiket semmilyen más földi élőlény, hogy ki vagyok én, honnan jöttem, hová leszek, mi az értelme az életemnek. És igazából ez lenne a lényeg, hogy eljussunk idáig, mert a 7,5 milliárdból hányan vagyunk most már a Földön, és nagyon sokan vagyunk, alig-alig férünk, legsoká költözködnünk kell majd, csak nagyon kicsi, vékony réteg az, aki képes idáig eljutni, hogy ezeket a kérdéseket föltegye maga számára. És itt Európa közepén én úgy gondolom, hogy jelen például ez a legideálisabb hely, a Kárpát-medence számomra legalábbis, ahol ez virágozni tud, és tényleg az embernek van lehetősége még erre. Mi a buddhizmusnak a specialitása? Tehát milyen fajta vallása egyáltalán? És ugye mi itt ebben a magyar környezetben, ami saját vallási környezetünkben mégis nagy érdeklődésre tud szert tenni. Mi ennek a titka, ennek a buddhizmusnak? Mi a lényege? Talán az, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumon tud működni. És valóban itt keresztény környezetben, amit én nagyon fontosnak tartok és támogatok, is meg tud élni, mint ahogy a történelem során 2500 év óta nagyon sok kultúrában tudott virágozni a buddhizmus, pontosan azért, mert nem vallás, hanem egy világszemlélet, inkább talán így a legpontosabb megfogalmazni. És igazából talán mondhatnám, minden vallásnak nevezett szellemi irányzatnál szélesebb, nyitottabb tudatot igényel. Mondtad, hogy az ember több, mint ez a hétköznapi kis robot, amelyik éldegéli az életét. Viszont úgy tűnik, hogy az ember, akkor is, hogyha nem érdekli őt ez a rész, hanem csak így úgymond egy ilyen birka módon egyszerűen napról napra éldegéli az életét, van az a bizonyos karma, ami így is úgy is meg fogja határozni az ő kis sorsát. És hogyan tud a buddhizmus segíteni abban, hogy valaki ezt felismerje, tehát hogy legalább odáig el tudjon jutni, hogy feltegye azokat a bizonyos kérdéseket magának, és fölemelje legalább egyetlen egyszer a kis fejét a saját életéből, megálljon egy pillanatra, és azt mondja, hogy hát akkor nézzük meg, hogy hogyan tudom, mit tudok én kezdeni ezen az én kis életemmel. Hogyan tud segíteni ebben
az a sok minden, amit összegyűjtöttél egy a könyvedben? Hát kell, mindenképpen kell egy szellemi érettség, én úgy gondolom. Ez mint az amikor megérik, leesik a fáról. Most ez bennünk is ugyan érnek a dolgok. És hát amikor még fiatal koromban nem voltam ennyire bölcs, mint most, ugye, sugárzik belőlem, akkor én ezt úgy fogalmaztam meg magam számára, és talán ez volt a legelső ilyen fajta gondolatom az életem során, mert hát a tapasztalatok jutatják el az embert. Hogyha egy kicsit is okos az ember, akkor a tapasztalatok azok nagyon-nagyon jó kis támpontot tudnak nyújtani az életében. És ezt én úgy fogalmaztam meg annak idején, hogyha az ember nem okos, akkor az élet rugdossa valamilyen irányba, hogyha egy kicsit okosabb már, akkor meg ő igyekszik valamilyen irányt venni saját maga, és akkor keresi az utat, hogy akkor mégis ne a rugdosás vigye előre, hanem talán olyan dolgok, amiket ő választ saját maga számára. És hát számomra ilyen volt a buddhizmus, és valóban volt nekem is az életem egy 10 év, vagy ilyen rugdosós időszak, amikor aztán tényleg az élet mindenféle megpróbáltatásain keresztül mentem, de aztán rátaláltam erre a szellemi útra, amit nyilván volt közöm hozzá már, mert volt bennem eleve egy vonzódás a keleti dolgok iránt. Ugye és hát a kóbor buddhistaságunk idejének nevezem én ezt, amikor mindenfélét fal az ember, mindenféle keleti dolgokat, tényleg a jógától, a buddhizmuson át, a hinduizmus, a írásokon keresztül, mindent. Amíg, és ez az egészen addig tart, de ez már egy nagyon jó állapot, ha az ember keres. Addig tart, míg meg nem találja azt a konkrét tanítót, mondjuk így is, mert hogy manifestálódik ezt talán ez a szellemi út egy tanítóba előbb-utóbb, jó esetben. És akkor onnantól kezdve viszont minden helyre kerül, és minden működni kezd, és az ember másképpen éli, más szinten kezd élni az életét. Szeretnék ilyen nagy szavakat használni, mint megvilágosodás. És már csak azért is, mert ahogy ennyire nagy az információ szabadság most a világban, és nagyon sokan elkezdtek keresni valamit, többek között a megvilágosodást, ami azért így első hallásra azért az egónak nagyon szimpatikus dolog. Nekem, amikor a megvilágosodásról hallottam először, az jutott az eszembe, hogy csak olyan emberek világosodhatnak meg, akik nagyon okosak, ezeket a vallási szent iratokat, a szent szövegeket nagyon jól értik, tudják, minimum valamilyen szerzetesi vagy papi vallási irányultságúnak kell lenni. Tehát a megvilágosodás egyfajta olyan elérhetetlen dolognak tűnt a számomra. És ma viszont ez átfordult az ellenkezőjére, ma boldog-boldogtalan, szeretne megvilágosodott lenni, sőt nagyon sokan azt is gondolják, hogy már ők rég azok. Neked mi a véleményed a te tapasztalataid alapján és a buddhizmus alapján a megvilágosodásról? Mi az? Milyen megvilágosodva lenni? Hát még a szellemi tanítom Lámó Lenidál, közvetlen tanítunk, és úgy fogalmazza ezt meg gyakran, hogy a buddhista megvilágosodás ez. És én ebből a szempontból tudok erről beszélni, mert ezek szerint többféle megvilágosodás létezik. Vannak a mikromegvilágosodások, a karatamesterem például ezt szereti használni ezt a kifejezést, és neki ilyen mikromegvilágosodásai támadnak. Ő az aha élményt nevezi ennek. És ez valóban létezik az életükben. De a buddhista értelemben a megvilágosodás az egy sokkal távolabb és egy valóban egy olyan tudatállapot, amit hogyha az ember elér, akkor ezt teljesen egyértelműen tapasztalja a környezete, anélkül, hogy ő bármit mondana, tenne, vagy csinálna. És hát nekem az a szerencsés helyzet adódott az életemben, hogy mivel találkoztam a tanítómmal, Lámó Léval és a karmakagyű vonal tanításaival, találkozhattam olyan emberekkel is, és jelen pillanatban is elérhetők ők, akik, ha nem is megvilágosodott állapotban, bár a vonal szellemi vezető Karmapa, ő megvilágosodott, és a vele való találkozás tapasztalata az ember számára bizonyítja, hogy itt valami van. Nyilván nem fogjuk tudni megállapítani, ez olyan dolog, mint a hegy lábától, a hegy tetejére nézve nem fogunk mindent látni, hogy mi is van odafönt. Tehát ilyen szintről megítélni megvalósított embereket hasztalan és fölösleges.
de az embernek mégis van egy erős érzése is. Például Lámolétől, amikor az ember áldást kap, ő egy megszabadult lény, az egótól megszabadult lény, ez a megvilágosodás felé vezető úton egy nagyon-nagyon fontos lépés, akkor ott teljesen egyértelmű tapasztalatai vannak az embernek, és érzi, hogy itt olyan erők vannak, és olyan energiák, és olyan szeretet árad, és az áldás ereje az leírhatatlan. Tehát az ember, nem is tudom, hogy 6 pálinka után érezhet valami hasonló, de már a fejében, de a két tapasztalat azért mégsem ugyanaz. Maga a megvilágosodást ugye az ember először egy olyan belső késztetés, egy kicsit ilyen csábító, ez érzi az ember a csábítást erre, hogy igen, hogyha itt többek vagyunk, mint amit itt minden nap érzünk és megszoktunk, illetve valami egészen mások vagyunk, akkor elkezdünk vágyni erre az állapotra. Ugye nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi ez. És a könyvedben megfogalmaztál valamit, hogy a megvilágosodás az nem egy cél, hanem az csak egy eszköz valamihez. Emlékszel erre? Nem, ez egészen pontosan, de biztos, hogy nem így van. Hogy a megvilágosodás ugye azért van, és azért kell arra törekednünk, hogy ezt elérjük, hogy segíteni tudjunk másoknak. Hát igen, ez így van. Tehát ez a Karmapát idéztem ez ügyben, azt hiszem most 17. Karmapa, aki ezt mondta. Igen. Mert hogy a karmakagyi útnak, a Mahayana buddhizmusnak is tehát a legfőbb sajátsága, és igazából azt kell mondjam, hogy ha az ember járja a szellemi utat, akkor mindenkit fog kikötni előbb-utóbb, mert hogyha az üresség a végcél, illetve az üresség tapasztalata a végső tapasztalás, akkor igazából nagyon könnyen eshet az ember az egyik végletbe, amikor a nihilizmus ugye, csapdájába zuhan. Hát a másik véglet, mert a matéria, ugye, és hát a kettő között kellene megtalálnunk a lényeget, és valóban a megvilágosodást is ott tudjuk megtalálni. De ami értelmet ad ennek az egész folyamatnak, meg az egész útnak, az valóban a mások segítése. És hát az én életemben ez úgy így adódott, hogy tanítóként, meg tanárként eleve ugye gyerekekkel kezdtem foglalkozni, aztán felnőttekkel foglalkoztam, most is ezt teszem, és akkor ez teljes mértékben lefedi ezt a dolgot, és ehhez kapok én muníciót igazából. És az ember, bár a buddhisták nagyon hosszú távon gondolkodnak, mondjuk életekben, de azzal is elégedett lennék mondjuk így, hogy ha az emberek egy életükön belül is hosszú távon gondolkodnának, mert ez igazából egyúttal méri a tudatossági szintünket is, ki milyen tudatossági szinten éri az életét. Minél hosszabb távon tud valaki gondolkodni, annál magasabb a tudatossági szintje, ami egyúttal azt is jelenti, és igazából idehegyeződik ki a könyv, ezzel is kezdődik, hogy ugye akkor ez a boldogsághoz egyre közelebb visz bennünket, vagy a mindennapi megelégedettséghez közelebb visz bennünket, és hát igazából minden tudattal bíró lénynek ez a cél, hogy boldog legyen. Igazából ez a végső célunk, a boldogság, és ez tulajdonképpen, mint egy mézes madzag viszi az embert előre, ami egy idő után, mint mellékhatás fog jelentkezni, ezt kell mondjam, mert igazából rájön az ember, hogy magát, ilyen, hogy boldogság nincs, tehát mit nevezünk boldogságnak gyakorlatilag, nem tudjuk megfogalmazni. Vagy annyiféleképpen lehetne, hogy az életünk eltelhetne ezzel, hogy ezt fogalmazzuk, hogy micsoda számunkra a boldogság, hanem egy mellékhatásként fog jelentkezni, és az ember igazából boldognak érzi magát egy pohár vízzel, vagy boldognak érzi magát, ha bárkivel találkozik, vagy bárkinek tud egy kedves szót mondani, vagy valakit meg tud mosolyogtatni, mondjuk egy 8 órás munka végén egy benzinkútnál, aki hát farccal ott rá sem néz az emberre, és akkor két mondat elég ahhoz, hogy elmosolyítsa magát, és onnantól kezdve másképpen zajlanak a dolgok. Tehát és igazából ezek a mindenki apróságok azok, amelyek turbozzák az embert egy idő után. És a megvilágosodás valóban minden buddhistának, minden buddhista utat járó embernek, gyakorló buddhistának ez a végső célja. De ez valahol annyira távolinak érezzük sokszor, pedig nem az. De ezek az apró hétköznapi történések, ezek mind abba az irányba visznek bennünket. Ugye a buddhizmusnak talán az a vonzereje, hogy könnyen lehet alkalmazni. Egyrészt tapasztalati úton történnek a tudati fejlődések. Ez azt jelenti, hogy ugye a mindennapi életét élheti valaki. Másrészt a józanész nagyon fontos, ugye ezt a könyvedből idézem ezeket a dolgokat, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell eldobni az elmét,
hanem az elmét fel kell használni arra, hogy megértsük azt, és megéljük azt, hogy hogyan vannak valójában a dolgok. És hogyha az ember ezeket megkapja, ezeket a megértéseket, ezeket az aha élményeket, nagyon tetszett a könyvedben, hogy az aha élmények, mind gyógyító hatások, ugye a felismerések, gyakorlatilag attól olyan jó érzések, hogy a fejből lekerülnek a szívbe. Tehát én itt megtaláltam azt a választ, hogy nem feltétlenül kell az elme szintjén megmaradni, amikor valaki egy buddhista irányultságot választ útjának, hanem ugyanúgy a felismerések által itt megtörténik a kapcsolódás, ugyanúgy a szívvel, a szeretettel, a szívtérrel. És ugye mit mond Buddha? Azt mondja, hogy akkor lesz boldog valaki, hogyha megszabadul a szenvedéseitől. Te mit gondolsz, erre megszabadultál-e már a szenvedéseitől? Sok szenvedéstől megszabadultam már. És mi az a módszer, ami szerinted miért szenvedünk? És akkor egy pár módszert mondjál el, kérlek szépen, bár a könyved rengeteg mindent leír, hogy a legfontosabb dolgokat, eszközöket, hogy hogyan tudunk, nem csak azt, hogy itt elmélkedünk és filozofálgatunk, és megmarad elmélet szintjén minden, hanem egész konkrétan segítséget tudsz adni, hogy hogyan tudunk mi itt dolgozni magunkon, vagy akár csoportosan, akár veled. Tehát a kérdés az az, hogy miért szenvedünk szerinted, és akkor egy pár dolgot, ami hatékony módszer arra, hogy a szenvedéseinktől meg tudjunk szabadulni. Kezdhetném azzal, hogy már ez maga félreértés, hogy szenvedünk, mert igazából nem mi szenvedünk, hanem az egónk szenved. És hát ez az óriási félreértés, amiben az emberiség leledzik, ugye? Az egó léte. Hogy feltételezünk egy valós ént, ami igazából nincs. És ez a valós én okozza az életünkben az összes problémát, mindent. A fájdalmakat, ami szeret, ő akar mindent, ő vágyik, ő a büszke, ő a haragos, ő szenved, ő boldog, egyúttal ez is igaz, de a boldogság mindig kicsúszik a kezéből. És igazából ezért lenne szükség a szellemi útra, hogy az ember bármilyen szellemi útat is jár, hogyha például kereszténységet nézzük, akkor a keresztény szentekre gondolva, ők egészen egyértelműen megszabadult állapotba kerültek, tehát megszabadultak az egójuktól, még ha megvilágosodásig nem is jutott el mindenki. A mi meggyőződésük szerint csak a buddhista út tud eljutatni a megvilágosodásig, de már a megszabadulás is óriási dolog. És hát igazából ez okozza a szenvedésünket. Na most, hogyha az ember jár egy szellemi utat, különös, hogyha buddhistaként járja ezt, akkor a megszabadulás az egy teljesen közeli kézzel fogható, egy életen belül elérhető állapot, tudatállapottá tud válni számára, de ehhez munkára van szükség. És hát ez mind az ego, ez úgy nevezik ügyes módszerek, és ezek nem mások, mint a különféle meditációk, amiket mi használunk a buddhista úton. Az ego ellen ugyanis nem tudunk szemtől szembe menni. Az ego bizonyos szempontból nagyon buta, más szempontból nagyon okos, de mindenképpen nagyon erős. Tehát nem lehet, csak ügyes módszerekkel lehet, és szoktam mondani, hátulról mellbe módszerrel lehet, és hát erre szolgálnak igazából a meditációk. És hát a könyvem első része az jó részt erről szól, hogy elvezetni az olvasót oda, hogy onnantól kezdve, hogy ül egy karosszékben, netán fáradtan, netán munkából hazaérve, család már alszik lehet, és akkor kézbe veszi a könyvet, elkezdi az első oldaltól, és az első rész végére érve talán eljut odáig, hogy felismeri ezt, hogy valóban szükséges egy szellemi út. Ha meg már járja, akkor ez nagyon jó kis visszaigazolás, és erősítheti tudja abban, hogy ennek van értelme, akármilyen nehézség is adódnak a hétköznapokban. Az azonban, hogy érezzük magunkat minden pillanatban az életünkben, mennyire vagyunk boldogok, harmonikus az életünk, kiegyensúlyozottnak érezzük-e az életünket, vagy nem. Az emberi kapcsolataink azok, amik meghatározzák ezt. És a harmadik rész a könyvnek ezért gyakorlati pszichológiáról szól, mert sorra veszem azokat az emberi kapcsolatokat érintő legfontosabb kérdéseket, amiket, hogy az ember tényleg átgondol, és rendbe teszi az életébe ezeket, akkor valóban ott a lehetőség arra, hogy azt érezhess, hogy tényleg rendben vannak a dolgok. Ez ugye nagyon egyszerű tapasztalat ez, hogy senki nem tudja jól érezni magát, hogyha körülötte az emberek nem érzik jól magukat. Tehát ez nem is kell több bizonyíték talán erre.
A könyv középső része pedig hát a saját életem tapasztalatából összegyűjtött azon csapdák, amikben nagyon könnyen belesünk a hétköznapokban. Akár buddhista az ember, akár nem buddhista, akár keresztény, akár materiális gondolkodású. De hogyha ezeket tudatosítjuk magunkkal, és a józanész mindig tud vezetni bennünket, akkor, és ez a józanész az elme területe, ez nagyon fontos, igen, és nem akarjuk elvetni az elmét, hanem hát használjuk igazából a megvilágosodás, azon tapasztalat, azzal a dologgal azonosítod magad, teljes 100%-os mértékben, ahonnan minden meg tud jelenni, minden, az elme is többek között, és hát ezt nevezzük mi tudatnak, ami hát szüli a dolgokat. És az ember a hétköznapi tudatunk és a megvilágosodott tudatunk között ugye a tanító az, aki nálunk kapcsolatot tud teremteni, összekapcsolja ezt, és ez az út, amit járunk, ez egyre inkább abba az irányba visz bennünket, hogy egyre jobban tudjunk azonosulni. Na most, és akkor ez a másik nagyon érdekes dolog, hogyha buddhista az ember, akkor rájön egy idő után arra is, hogy nem igazából több dolgot kell tanulnunk, hanem igazából megszabadulnunk kellene a dolgoktól, mert minden ott van bennünk, mindenki készen kapta ezt születésétől kezdve a megvilágosodott állapotot, potenciálisan mindenki buddha, szoktuk mondani, és jó, és hogyha az ember így tekint a lényekre maga körül, mert ugye ami kint, az bent, ezt nagyon ügyesen hallottam már tőled is, és ez valóban így van. És az ember többek között például ezt gyakorlati szinten úgy tudja kamatoztatni, hogy például így tudom leellenőrizni a saját tudatállapotomat. Mert amikor azt tapasztalom, hogy ingerülté válok bizonyos helyzetekbe, akkor hát ott meg, most már én ott tartok, megállok és elkezdek gondolkodni, most mi történik, hogy mi ez, ami most bennem zajlik. Mert minden bennünk, minden a tudatunkban zajlik, ez valóban így van. Mennyire járható az út, mennyire tud valaki eljutni teljesen egyedül a megvilágosodásig? Vannak-e ennek veszélyei? Hogyha valaki nekilát, és teljesen ilyen autodidakta módon kiolvas több száz könyvet, bár most már nem kell több százat elolvasni, elég, hogyha csak a tiédet, mert zanzásítva az eszenciája benne van, de látsz-e veszélyeket, mert ugye ti közösség vagytok, közösség is vagytok, illetve tanfolyamod is van, ha jól tudom. Mik az előnyei annak, hogyha valaki keres egy mestert, és a mester kézen fogva viszi őt, vagy pedig fogja magát, és akkor megoldja magának? Nem. Úgy hívjuk, hogy belső hang, belső vezetőjével. Ez létezik valóban, a belső tanító, mi ezt így nevezzük, de önmagától nem, senki nem tud eljutni a megvilágosodásig. Ezt, hát hogyha buddhista szempontból beszélek, ha megengeded, mert én gyakorló buddhista, ezt tudom, ezt a részét ismerem. Tehát különböző utak vannak, és hát a buddhista utak azok a megvilágosodásig vezetnek, csak az odáig vezető út hossza, vagy az időben mért hossza az, ami különbözik nagy mértékben. De a Hinayana a meditációk, és a meditációk rendszerül, és ott a könyvben olvashat az ember, és mert mindenféle, hát az idők során szinte mindenki hallott a buddhizmusról. Hinayana, Mahayana, ezek ismerős kifejezések talán nagyon sokak számára. De hogy ezek az utak mit takarnak pontosan, ezt már nagyon kevesen tudják egészen pontosan, hogy keverednek dolgok. A Hinayana szinten olyan fajta meditációkat végez az ember, és olyan fajta motivációval, ami elsősorban arra való, hogy saját magán segítsen, saját magát tegye rendbe, és akkor ez egy nagyon hosszadalmas út, ha megvilágosodást céloztuk meg. De ez is egy nagyon jó út, mert ez is egy szellemi út, és ezt általában buddhista szerzetesekkel találkozva szintén érezhetjük, hogy az a tudatállapot, amivel ők rendelkeznek, ez már messze-messze-messze túl van egy hétköznapi tudatállapoton. A Mahayana szintől ugye a fő különbség a motiváció, mert itt már másokért kezdünk dolgozni, és nyilvánvaló, hogy ez is ott kezdődik, hogy magunkat tegyük rendbe, és ezért nagyon fontos a motiváció kérdése, mindent a motiváció határoz meg. Nem azért dolgozunk magunkon, nem azért teszünk magunkért, mert mi vagyunk az elsők, és mindenki más csak a második, hanem azért teszünk magunkért, hogy legyen extra energiánk, plusz energiánk arra, hogy másokon tudjunk segíteni. Ha magunk nem vagyunk rendben, másoknak sem tudunk segíteni. És hát, hogyha az ember ezt tisztán tudja tartani, ezt a motivációját, akkor ehhez kap eszközöket. És hát igazából a gyémánt út,
a Mahayana buddhista út gyakorlata és a gyémánt út gyakorlatai között csupán a hatékonyság a különbség. A gyémánt út gyakorlatok azok nagyon erős meditációk, és hát itt már szükséges. Szoktuk hasonlítani a Hinayana meditációk, mondjuk a biciklizés szintje, amikor az ember hát egyedül is meg tudja tanulni, elolvasgat ezt-azt, és akkor tényleg le tud ülni, és akkor tud meditálni. A Mahayana gyakorlatok, az együttérzés, bölcsesség meditációk, itt ez mondjuk az autóvezetés szintje. Nagyon-nagyon ügyes az ember, itt még mindig valamicskét önmaga is el tud érni, de itt már azért fontos lenne, hogy legyen valaki, aki megmutatja és fölhívja a figyelmét, megmutatja a dolgokat és fölhívja a figyelmét bizonyos fajta, nem is mondom, hogy veszélyekre, de technikákra, vagy hogy simábban menjen a dolog. A gyémánt úgy gyakorlatok azonban az már a repülőgép vezetés szintje is, ott azt egyedül nem lehet megtanulni, ott szükséges egy szellemi tanító, akivel való kapcsolat, tudati kapcsolat az, ami működteti ezt. Ehhez kell nyitottság, nyilván kell bizalom a tanító irányába, feltétlen bizalom, és akkor az azonosuláson keresztül tudjuk talán, ez a leggyorsabb út, és a gyémánt út, a karmakagyi vonalnak ez a specialitása Buddha óta, szívtől szívig, szemétől szeméig szóló átadás, ez egy töretlen átadási vonal, és hát számukra a lámóla és a szellemi vezető, a karmapa, aki ezt biztosítja, és velük lehet találkozni. Nagyon, nagyon sokféle út van, rengeteg lehetőségük van ma az embereknek arra, hogy megtalálják, így vagy úgy szembe fog velük jönni a saját kis módszerük, ami nekik működik, ami az ő életüket könnyebbé teszi. Nagyon szimpatikus a könyvedben, hogy abszolút mai. Tehát mindent, ami egyes módszerekből jól működik, ami egyes módszerekből fontos, hogy meditáljunk jól, hogy mi az a vonzás törvénye, hogy mi az a, ami akkor is hat ránk a mindennapi életünk során, ha csak így, mint egy szemellenzős ló, csak a karmámat akarom a legjobban kihozni, mindent az szépen lerendezni, szépen végigélem, lehet 500-adjára már ugyanazt az életemet, ha éppen ez úgy tetszik valakinek, de ezek olyan törvényeket és olyan hatásokat foglaltál össze a könyvedbe, ami mindenkire vonatkozik, és abszolút a mai ember rendelkezésére álló, az itt és mostban lévő dolgokat foglalod össze. Tehát aki kicsit össze akarja magát rendszerezni, és már lehet, hogy elolvasott 500 könyvet, lehet, hogy már túl van mindenféle tanfolyamon, lehet, hogy már rég meg van világosodva, de ő mégis még szeretne valamit, de még szeretné megtudni azt, hogy most ő vele mi van, mi az, amit esetleg kihagyott az életéből, illetve hogyha valaki el szeretne indulni, mert érzi ő, hogy nem hisz semmiben, nem akar vallásos, mindent messzire elkerül, őnek így jó az élete, ahogy van, de azért érzi, hogy itt már annyit beszélünk ezekről a dolgokról, és lehet, hogy még az életében van valami kis potenciál, amit még ő nem próbált ki, vagy nem kapcsolt be valami képességet. Van még valami tudás, amit ő még segítségül eszköztárába bevethet, ez a könyv is egy ilyen eszköz, ez mint egy alkalmazás, manapság már azért lehetséges a tudatba is mindenféle alkalmazásokat betölteni, de azért még maradjunk meg ezeknél a földi módszereknél, hogy tehát én tényleg szívből tudom ajánlani ezt mindenkinek, ezt a könyvet, aki meg akarja nézni, hogy mi tud már, aki szeretne tovább haladni az úton, aki szeretne elindulni egyáltalán önmaga felé, és az üzenet az továbbra is mindig az az emberek felé, hogy az univerzum az meghálálja azt, hogyha valaki azt mondja, hogy én nekem ez az élet, ez fontos. Az én életem, az számít nekem, és egyszerűen teszek ezért valamit, egy kicsit tudatosabban, mint eddig. Persze eddig is így éltünk, hogy volt valami célunk, ha nem, akkor majd az élet rendje, azért van egy alapforgatókönyv, ami mindenki végigmegy, de amit tőled szeretnék kérdezni, Kornél, hogy ahogy a világ most alakul, a világban lévő ellenségeskedések, ez a nagy mozgolódás, ami azért nem szimpatikus mindenkinek,
keressük az emögötti értelmet, keressük a megértést. Az emberek, mintha attól szenvednének most már elég erősen, hogy elkezdtek leszokni erről a szeretetről. Tehát nem kell az, el vagyunk, legyen meg a kaja, legyen meg az én kis internet kapcsolatom, és igazából már annak is örülünk, ha nincs bajunk. Van egy ilyen szintje is a dolgoknak, és van egy olyan szintje, amelyik meg mindent akar, az egész világot akarja. Te hogy látod a szeretet kérdését? És én el tudom azt képzelni, hogy minden szenvedésnek az az oka a világban, hogy nem tartjuk fontosnak már annyira a szeretetet, és hogy a szeretetről szokunk le, egyfajta elvonási tünetként megjelenik mindenféle szenvedésünk itt a világban. De te hogy látod ezt, és fontosnak tartod-e azt, hogy igenis mindenki kezdjen valamit az életével? Hát tulajdonképpen itt kezdődnének a dolgok, de ahogy mondtam, ehhez kell egy szellemi érettség. És ez mondjuk egy nagyon fontos tanulási folyamat, vagy tapasztalat lett az ember számára, és hát szerintem, aki szellemi utat jár, az mindenki megtapasztalta ezt már az életébe, ha egy, egy ideig járja, hogy nem tudsz mindenkin segíteni. Tehát ez is igaz. De valóban, és hát igazából kevés szó esik a szeretetről. Én ugye mint tanulási technikákat is tanítok, és van egy tervem, hogy egy másik könyvet is írok, meg több könyvet, de ez az oktatási rendszerről szólna, de nem abból a szempontból, ahogyan ez most zajlik, hanem igazából én arról szeretnék írni egy könyvet, hogy mik lennék azok a fontos dolgok, amiket a gyerekeinkkel meg kellene tanítanunk az iskolában, sőt már óvodától kezdve. Én úgy nevezem ezeket, hogy az életünket meghatározó alapvető törvényszerűségek. És hát többek között ilyen a boldogság kérdése is. Ugye, hogy sokféle oldalról lehet ezt megközelíteni, de igazából a szeretet, ugye, ami tudná számunkra biztosítani a boldogságot, így gondoljuk. De hát mi a szeretet is igazából? Gyakorlatilag addig a megvilágosodás nem más, mint eljutni addig arra felismerésre, de 100%-ig minden porcikádban, idegszálladban, sejtedben, hogy igazából minden a szeretet. Minden, ami körülvesz bennünket. A szeretet tartja össze a világunkat. De az ego beszűkült kis látásmódjába ez nem fér bele. Oda az fér bele, hogy kell nekem, nem kell nekem, tetszik nekem, nem tetszik nekem, tehát a duális világunk mozgató rugója tulajdonképpen ez az egész dolog. És e között, a nagy mozgás között aztán elveszítjük ezt a fajta tudásunkat, amivel igazából születtünk, hogy minden a szeretet. Ugye a születésünk első pillanatától kezdve, hogy levegőt veszünk, már az maga a szeretet, utána csak a szeretet vesz körül, előtte meg csak az vett bennünket körül, ugye szó szerint az anyai szeretet, amikor még az anyabébe vagyunk. Tehát és akkor ezt a tudásunkat elveszítjük az idők során. És hát odáig kellene eljutnunk a hétköznapokban, és hát ezért írtam a könyvet igazából. Ez így kiszakadt belőlem, mert teljesen más terveim voltak, de egyszerűen akkor annyira is késztetést éreztem, hogy nekiültem, és akkor mindent félretéve ez így kijött, hogy találjunk vissza a hétköznapokban, és aki keres, és megfogalmazódik benne bármi, az talál. Az találni fog. És hát ez mondjuk ez a könyv ehhez lett segítség. De nyilván létezik sok jó más könyv is, meg szellemi utak, meg helyek, ahol el lehet menni, meg filmek, meg mindenféle források most már rendelkezésünkre állnak. És akkor az ember egy picit, ha keresni kezd, talál ezt, talál azt, és akkor kezdi felfedezni az életében azokat az apróságokat, amelyek, hát, ahogy mondtam, okozzák azt, hogy kezdi jobban érezni magát, kezd világosabban látni, kezd helyzeteket könnyebben kezelni, emberi kapcsolatokat könnyebben kezelni, vagy rendbe tenni, hogyha szükséges éppen. És akkor ez innentől kezdve egy más élet, egy más szint. Igen, ez tényleg így van. De ez mind tudatállapot kérdése. Mind tudatállapot kérdése. Hát ahogy az ember egyszerűen csak elkezd, megvan az a szándék, az a törekvés. Így van. Arra, van. Hogy ő az életét egy kicsit rendbe tegye, megjön a segítség. Így van. Mindenféle nálunknál sokkal nagyobb és hatalmasabb intelligencia és erő az, ami kis világunkat és életünket segít elrendezni.
tényleg valóban, ha nem olvastam volna a könyvedet, akkor most azt mondanám, hogy kedves emberek, van remény, de mivel a reményt is egy teljesen más aspektusból ismertem meg a könyved segítségével, ezért ezt most nem mondjuk el, hanem aki ezt szeretné megtudni, hogy mégis egészen józanul rápillantva erre igen, ez is. Jó kifejezése, józanul rápillantva. És tisztán meglátva a valódi dolgot, amit a remény ad, vagy elvesz adott esetben az embertől. Az a Lépcsők és korlátok út a tudatosság felé című könyvet keressék, mindent meg fognak találni, és nem szeretnék igazából mindent elmesélni, ami ebben a könyvben van, mert ez egy nagyon bensőséges viszony. Hogyha valaki odafigyelve olvas egy könyvet, akkor egész komoly kapcsolatba, kapcsolódásba kerülhet a könyvnek a szerzőjével és egyéb gondolataival. Tehát kívánom, hogy sokaknak tudjon segíteni a könyv. Kornél, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nem tudom, hogy szeretnél-e valamit még mondani. Én nagyon szépen köszönöm is a lehetőséget, és kívánom, hogy jusson az emberek kezébe valami, vagy ez a könyv, vagy más könyv, ami készteti őket, hogy föltegyék ezeket a kérdéseket maguk számára, és elinduljanak valamilyen úton, mert ez lenne a legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm, Kornél, és nagyon sok embert kívánok neked is, akinek az útját tudod egyengetni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, mint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra! Thank you.